Sziasztok, üdvözöllek benneteket a mai videómban. Ebben a videóban ezt a kártyalapot fogom elkészíteni, illetve ennek öt másik verzióját, ugyanis ezt már egy pár héttel ezelőtt elkészítettem. Nekem nagyon megtetszett a dizájn, nem használtam hozzá sablont. Jól sikerült, úgyhogy szerettem volna reprodukálni, és gondoltam, hogy akkor ezt már megosztom veletek is. Mint láthatjátok, előre kivágtam minden összetevőt. Minden kártyának lesz egy alapszíne, ez jelen esetben ennél a kártyánál kék. Lesz majd egy alapmintás papír, ezt éppen most fogom majd felragasztani. Mint láthatjátok, két oldalú ragasztót használok minden kártyánál. Lesz egy ilyen középső sáv, ez is két elemből áll. Az egyik a színét adja, a másik egy kis kontúrvonalat. Illetve majd a továbbiakban látni fogjátok, hogy minden kártyának lesz egy központi dísze, motívuma, ami vagy kör, vagy négyzet alakban fog elhelyezkedni. Mindegyiken lesz egy kis felirat, vagy valamilyen jó kívánság, vagy magának a kártyának a témáját felölelő kis szöveg. Mindegyiken lesz egy kis papírból készült szalagocska, és néhány strasszkővel fogom még díszíteni, és ezt ragasztom majd fel a képes lap alapra. Mint említettem, két oldalú ragasztót használok. Nagyon ritkán térek el ettől, akkor papírragasztót vagy PVA ragasztót szoktam használni, de én a két oldalú ragasztót azért szeretem jobban, mert ezzel egy sokkal tisztább felületet lehet létrehozni. Nem folyik el, nincsen száradási ideje, ezért nem hullámosodik az anyag. A folyékony ragasztóknál előfordul, hogy hullámosabbá válik az anyag, főleg, hogyha kicsit vékonyabb a papír. Amit most láttok, az egy olyan kétoldalú ragasztó, ami egy ilyen kis szivacsos anyagot is tartalmaz, tehát egy milliméterre elemeli ezt az elemet az alatta lévő sávtól, még tovább fokozza a kártyának a látványát, még izgalmasabbá teszi. A kétoldalú ragasztónak viszont van egy olyan hátránya, hogy ha egyszer azt leragasztottad, akkor utána felszedni nagyon nehéz. A eseteknek tulajdonképpen a nagy részében rántja magával az alatta lévő réteget, tehát nagyon óvatosan és pontosan kell ragasztani. Mint látjátok, ez a videó fel van gyorsítva. Ennek az oka az, hogy nagyon pontosan szeretem illeszteni ezeket a részeket, és sokszor precízen, pontosan, hosszú ideig ott tartom a kezemet, hogy pont oda illesszem le, ahová szeretném, mert utána felszedni nem lehet. Előjáróban ennyit szerettem volna elmondani. A videó további részében a másik négy dizájnt fogom megmutatni, ott már a ragasztást nem mutatom, hogy egy kicsit élvezhetőbb legyen és gyorsabb legyen a videó, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá!
Minden elem felkerült a képeslapokra, egy dolog van még hátra. Én a külső dizájn mintás papírjából általában egy ilyen vékony sávot meg szoktam hagyni, le szoktam vágni akár előre is, és ezt szoktam még a képeslap belsejébe beragasztani, így a külső díszítés, a külső hangulat az még belül valahol megmutatkozik, de ezzel tulajdonképpen készen is vannak a képeslapok. Remélem, hogy tetszett a videó, tetszett, amit láttál. Ha igen, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornámra hasonló tartalmakért, és nyomj egy like gombot, ezzel nagyon sokat segítesz nekem. Találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!